vagytok, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon sok a kedvence a plenktartás. A múltkor jött is ezzel kapcsolatban kérdés. Ugye nagyon sokan csak egyetlen egy plenktartást ismertek, ez az alkartámaszban levő tartás. Ez egy tökéletes feladat, de ez nem merül ki ennyiben. Jó, tehát ennek ezer fajta válfaja van. Ezt is persze növelheted akár fél percig, egy percig. Csúcsokat döntögetnek, van olyan plank világbajnok, aki 8 órán keresztül tartja, le a kalappal előtte, de nagyon-nagyon sok különböző típusa van. Önmagában maga a plank nem egy edzés, jó? Tehát ezt is illet bele, légy szíves az edzésedbe, de ettől tele van az internet, hogy 5 perc plank gyakorlat, és ilyen karcsú lesz a derekad, nem lesz tőle ilyen karcsú, csak ha valamilyen másik edzésmódszer beépíted. Tehát, tartsunk először egy ilyen alaplenk tartást. Itt is figyelni kell arra, nagyon sok mindenre kell figyelni ahhoz, hogy ezt szabályosan csináld. A könyököd a vállad alatt van. Tenyeredet lerakod, ugye a könyök és a váll egy vonalban van. Látod, a törzsem egyenes, nincs itt fönt a fenekem, mert már nem plenket tartasz. Nincs itt lent, mert már a derekadat, meg a gerinceidet odavágod. Jó? Tehát egyenes tartásban éppen elég megszokni ezt a precíz kivitelezést, és hogyha nem megy, akkor inkább ragd le a térdedet, tanuld meg a szabályos plenket így tartani, és ha megerősödtek a gerinc melletti izmaid, akkor emeld fel a térdedet. Jó? És akkor itt már játszadozhatsz az idővel, és tényleg érdemes minden egyes alkalommal, amikor plenket tartasz, egy 2-3 vagy akár 5 másodperccel megemelni. És nagyon szépen lehet benne fejlődni. De a plank önmagában nem csak ezt jelenti, van oldalsó plenktartás. Ez ugyanaz, oldalsó alkartámaszba, váll, könyök egy vonalba, megemel a csípő. Egyenes a láb, a fölül levő lábat akár egy kicsit előlébre rakhatod, de ha nem így kényelmes, hanem egymásra rakod, úgy is nyugodtan. Csípőn a kéz, vagy akár kinyújtod magas tartásba, ahogy neked kényelmesebb. Jó? Ha ez nem megy, mert nehéz, még nem elég erős hozzá az oldalsó ferdeizmod, lerakod az alul levő térdedet, és tartod. Jó? Tökéletes oldalsó törzsizom erősítő gyakorlat. Természetesen mind a két irányba megismétled. Próbáld is ki, és érdekes, mindenkinek, vagyis hát nagyon sok embernek, az ugye ugyanúgy, ahogy az egyik keze erősebb, ugyanúgy a törzsére is igaz ez. Jó? Tehát ez is egyfajta plenktartás. Plenktartásnak hívjuk a fordított plenktartást. Hanyat fekvésben az alkarodat lefekteted a törzsed mellé, a könnyített verzió, hogy fölhúzod a lábadat, és föltolod a csípődet. De a fenekedet, amilyen magasra tudod, föltolod és behúzod. A nehezített verziója, kinyújtod a lábadat, és a sarkadról fogod tartani a plenket. Itt is behúzod a fenekedet, tart a törzs. Nagyon nehéz gyakorlat, nagyon könnyűnek tűnik, de nem egyszerű. Ez a fordított plank. Akkor van olyan, hogy egykezes plank. Mi az az egykezes plank? Ha csak statikus tartásban történik az egykezes plank, akkor felveszed a kiinduló helyzetet két kézzel, és valamelyik kezedet, hátul, látod, egy kicsi terpeszt csinálsz, hiszen az egy kezemet, amikor meg fogom emelni, akkor kibillenhet a súlyom. Kinyújtom oldalra a fülem mellé, de itt se tolom föl a fenekemet, tartom a törzsemet. Ezt akár váltogathatod, egy jobb, egy bal. De kipróbálhatod, hogy mi az a max idő, ameddig tudod tartani egy kézen. Aztán van a sétaplenkkel. A sétaplenkkel különbözőképpen történhet meg. Alkartartásból vagy előrefele sétálsz, és mindenhol egy picit tartasz, egyre előrébb, vagy fölmész kéztartásba. Föl, föl, le, le.
De látod, a törzsem ugyanúgy egyenes, és nem kezdem el a csípőmet riszálni, mert hogy ez nem az a feladat. Oké? Tehát van ez a fajta lépegető feladat. De ha már a riszánál tartunk, van egy olyan plank, amit nagyon sok csaj szeret az órán, hogy a sima plank tartásból engeded ki jobbra és balra. Jobbra és balra. Ugye csípőt csavarsz, ez nem egy statikus tartás, hanem raksz bele egy kis intenzitást. Jó? Ilyen is van. De hogyha te már még fejlettebb vagy, akár alkartámaszból ezt az egykezes plánket úgy is meg tudod csinálni, hogy boxolsz előrefele. Üt! Üt! Látod? Vagy kifordulsz oldalt, és visszafordulsz. Váltva. Egy jobb, egy bal. Ezerféle módszer van a plánkről, és mégis egy csomóan, ugye csak a sima alkartámaszt ismeritek. Úgyhogy a tárháza végtelen, a sportolásnak és a mozgásnak is. Válasz olyan mozgásformát, ami hozzád a legközelebb áll, mert nagyon fontos, hogy amit csinálsz, a szívből csináld, jó? Tehát érezd jobb magad benne. Ha nem, akkor föl fogod adni 2 hét múlva. Semmi értelme. Menj el több edzésre, nézd meg több edzőt, és amelyiknek a stílusa hozzád közel áll, és jól érzed magad, oda-vissza fogsz menni, és nagyon remélem, hogy ez a karanténos időszak minél hamarabb véget ér, és nem csak az online órákon, illetve a Tolnatáj televízióban találkozunk, hanem személyesen is. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, jó egészséget, sziasztok!